Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen az ismét különleges vasárnapon, hiszen ez a 9. vasárnap, amikor most már végre lehet újra templomi istentiszteletet tartani. Ezt megelőző vasárnap még azt meg tudtuk tenni, hogy tartottunk szabadtéri istentiszteletet. Éppen ezért a 126. Zsoltár első 3 versével köszöntöm a kedves testvéreket. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Ezért örvendezünk. Így kezdjük meg Isten tiszteletünket a 25. Zsoltár első 2 versének az eléneklésével. A 25. Zsoltár első 2 versét énekeljük. Éneklés közben tudom, hogy nehézkesebb a maszknak a viselése. Én sem viselem éneklés és beszéd közben, ki bölcs belátása szerint cselekedjen. A 25. Zsoltárunk első 2 versét énekeljük, amely így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Magasztaljuk Istenünket, mert tudom, többen voltak, akik ezt otthon énekelték. Az a kezdete, a felirata ennek a Zsoltárnak, hogy sóvárgás a szent hajlék után. Úgy kezdődik a 84. Zsoltár, ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékinak. Thank you.
közönség, a mai gyerekisten tiszteleten egy keresztelőről lesz szó, egy különleges keresztelőről, bár azt gondolom, hogy minden keresztelés különleges, de hogy ennek ki a főszereplője, itt egy kicsi baba, ott pedig valaki egészen más, gyertek, menjünk át a gyerekisten tiszteletre. Természetesen a gyerekisten tiszteletet tartó, illetve a gyermekek magára a keresztelésre vissza fognak jönni, hogy akkor már legyen is stílszerű. Megmondom őszintén, nem volt előre megbeszélve, én a Szentlélekre gyanakszom. Úgyhogy vissza fognak majd jönni, majd Ibőa néni a mi atyánkkor fog szólni nekik, hogy jöjjenek vissza, hogy láthassák a keresztelőt élőben, és hogy most hogy zajlik. Együtt magasztaljuk tovább Istenünket a 164. számú dicséretünk mind a három versének az eléneklésével. A 164. számú dicséret mind három versét énekeljük, így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallásán. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, ahogyan megszólít bennünket a Máté írása szerint való evangélium 6. részéből, az első 15 versből. A Máté írása szerint való evangélium 6. részének első 15 versét olvasom, melyet a gyülekezet leülve áhítatos figyelemmel hallgasson. Jézus mondja: vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne hűrtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon, és majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók,
akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van, a te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségüket hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja, aki atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mindenható mennyei édesatyánk, a szánk megtelt belülről nevetéssel, és örömben lehetünk együtt, mert újra a neked szentelt házban tarthatjuk az Isten tiszteleteket. Megvalljuk, Urunk, hogy olykor igenis számítanak a külsőségek. Számít az, hogy amit megszoktunk, újra tartalommal teljen meg. Számít az, hogy milyen környezetben vagyunk. Noha te valójában a szívünket vizsgálod. Mi azt nézzük a szemeinkkel, ami a szemünk előtt van, te pedig azt nézed, ami a szívben van. Köszönjük, hogy te ismersz minket. Köszönjük neked, hogy újra templomban lehetünk. Kérünk, ha kedves te előtted, légy most is jelen közöttünk szent lelked által. Ne tekints a mi bűnös voltunkra, hanem szent lelked és igéd által tisztíts meg bennünket. Bocsásd meg, kérünk, minden bűnünket. Hallgass meg a mi könyörgésünket, mert rád tekintünk, rád akarunk figyelni. Add, hogy megértsük és meg is cselekedjük a te igédet. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 165. számú dicséret első versét énekeljük. A 165. dicséret első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Amikor csendben vagyunk, olyan
kínosan érezzük ezt a csendet, vagy kínosnak érezzük ezt a csendet, mert olyan sok minden körülvesz bennünket, ami zajos. Amikor hétköznap jövünk, megyünk a világban, akkor láthatjuk, hogy az autók jönnek, mennek körülöttünk, esetleg emberek jönnek, mennek és hozzánk szólnak, hogy elmennek mellettünk. Vagy pedig láthatjuk, amint apró és nagyobb zajok megzavarják az életünket. Különböző kerti gépek, mosógép a lakásban, csöng a telefon, zörög, kutat, ugat a kutya. És amikor úgy érezzük, hogy megszűnnek ezek az zajok körülöttünk, hogy a csöndre hallgassunk, akkor meghalljuk, hogy kegyek az Úrra, és apróbb, halkabb zajok mégis ott vannak az életünkben. Gondoltam, kipróbálhatnánk, hogy milyen az itt a templomban egy kicsit csendbe lenni, és hogyha egy picit hallottak az ének és az imádság közben a testvérek, akkor hallották, hogy az erősítő zaj az munk, tele vagyunk zajjal magunk körül. Amik talán észrevétlenül ott vannak körülöttünk, és talán nehezen találjuk meg a csöndet. Tudsz, akarsz csendben lenni? Vagy úgy hozzászoktok azokhoz a dolgokhoz, amik úgy talán természetesnek veszük is, bele igyúlik az életünkbe. Bekapcsoljuk a rádiót az autóban, amikor bejönünk, beülünk, vagy talán automatikusan be is kapcsolódik, mert úgy van beállítva, vagy alapzajon szól a tévé, és ki nem hagyhatjuk, hogy meg ne hallgassuk, meg ne nézzük. És ott zörlök, észrevétlenül az életünkben. Számtalan dologgal vagyunk így, ami miatt háttérbe szorul a csend az életünkben. Zenét kapcsolunk, vagy Facebookot, vagy valamivel lefoglaljuk magunkat és a gondolatainkat. Ritkán jutunk el oda. Van egy kis időm, akkor nem valamit csinálok, vagy valamit nézek, hanem összeteszem a kezem és imádkozom. Na jó, tehát miért is? Miért imádkozzak mindig? Hiszen este imádkozok a családomért, nem elég az? Kedves testvérem, olyan sok minden van körülötted, ami körbevesz, és hibás, és javítani lehetne rajta. Mégsem az imádsággal visszük Isten elé, hanem talán csak az elégedetlenségünkkel, a felháborodásunkkal, a veszekedésünkkel elnyitjuk a csendet. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy azt sem tudom, mit csináljak, annyi munkám van, ha pedig végig, akkor végre egy kicsit pihenhetek. Se a munkába, se a pihenésbe nem fér bele az Isten. Isten meg Ábrahám nem először találkoznak. Nem az első megjelenés, nem az első találkozás, nem az első hang, nem az első gondolat, sugallat. Elég közeli viszonyban voltak, mikor elindult a hazájából Ábrahám. És azt mondja, hogy mindent letesz Isten kezébe. Mégis voltak néha görbe útjai, amikor nem pontosan azt tette, és az Isten mégis megjelenik neki újra, és azt mondja, én vagyok. Én vagyok a mindenható Isten. Talán ez az én vagyok ismerős a 10 parancsolatból. Én vagyok az Úr, a te Istened. Én vagyok, mondja neki az Isten. Nagyon sokat várt Ábrahám Istenre. Talán csendben, talán zajosan voltak a gondolatai. A szívén a legfőbb vágyát vitte mindig az Isten elé. Adj nekem gyermeket. Nagyon sokat várt rá Ábrahám. És aztán megjelenik az Istennek, és azt mondja, hogy tessék, itt az ígéret, lesz gyermeked.
másabb lesz, zajosabb, és újra elérkeztünk pont oda, amire úgy szoktuk fogni az Istennel való kisebb kapcsolatunkat. Mert a gyermekek, az unokák, amik ilyen bizonyos dolgokat nem lehet tenni, és nem lehet halogatni, mert velük foglalkozni kell, etetni, belekázni, altatni. Ábrának 99 éves koráig nem kellett ezzel törődnie. De szeretett volna ezzel törődni. Nem volt rá lehetősége. Többször kap ígéretet, hogy sok gyermeke lesz, de az ígéret sokat várat magára. Talán innen jön ez a kifejezésünk, amikor elégedetlenek vagyunk, és azt várjuk a másik fejhez, hogy meddig várjak rá, talán 100 évet? Talán 100 évig vár rá erre a gyermekre. Vannak dolgok, amiket nem tudunk erőltetni, nem tudunk kikényszeríteni. Várni kell, és imádkozni. Tudjuk ezeket? Várni és imádkozni. Várni talán várunk, mert muszáj, de nem imádkozva, hanem felháborodottan és dühösen, mert, és meg van az okunk mindig rá, hogy a türelmetlenségüket ne imádsággal toppítsuk, hanem veszekedéssel és hangossággal. Tulajdonképpen dilemmában vagyunk, amikor ezt olvassuk, a tekintetben, hogy mi szeretnénk-e, hogy megjelenjen az Úr nekünk is úgy, mint Ábrahámnak. Szeretnénk látni az Isten, de nem úgy egészen, hogy nekünk jelenik meg, és nem úgy, hogy nekünk mond valamit. Nem csak kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lehet a mennyország, hogyan néz ki távolról. Mi tetszenek emlékezni, amikor készítettük a felvételt a toronyról, egy drónnal valahogy beletekinteni abba, amiben amúgy nem láthatunk, látni másik szemszögből azt, amit amúgy nem láthatnánk. Valahogy így lennék kíváncsiak arra a mennyországra is, hogy hogy is néz ki, de csak úgy messziről. Nem akarok ott lenni a drón helyében, sőt talán ott egészen a torony közelében sem. A mennyország is ráérni egy kicsit. Csak távolról megfigyelve egy hátsó ajtón bekukucskálva, hogy ne vegyen észre senki. Azonban Ábrahámnak megjelenik Isten. És az életünkben Isten megjelenik, más szabályok uralkodnak utána. Bemutatkozik és azt mondja, én vagyok a mindenható Isten. Mindent meghatározó az a néhány szó. Alá, fölélentelenségi viszonyt, hozzáállás, hovatartozás. Én vagyok a mindenható Isten. Határozott kiállás, hogy mindenki tudja, hogy aki eddig nem is hitte, elfogadja, hogy ő az Úr. Ő az, aki világot kezdettől fogva igazgatja, és Jézus által korrigálva elfogadja a bűneinket bemutatott áldozatot. Áldozatot szólíthatjuk mi atyáknak, ahogy ezt tesszük a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszban. Milyen változás ez a számunkra? Hogy nem elítél bennünket, hanem Krisztusban felkínálja annak lehetőségét is, hogy láthassuk a másik arcát. A szelídebbet, nem az elítélőt, hanem a megbocsátót. Könnyebben elhajlunk a kedvesebb arca felé. De látnunk kell, hogy attól, hogy felé hajlandó lépéseket tenni, nem azt jelenti, hogy minden el van rendezve a mi oldalunkról is. Oda kell tenni magunkat is. Meg kell találnunk ebben a hangos világban a csendes perceket. Régen volt egy ilyen kis újság, aminek ez volt a címe. Csendes percek. Áltatok voltak benne. Arra utalva, hogy az Isten szavát csöndben halljuk meg, és nekünk is figyelnünk kell rá. Hiszen számtalanszor beszélnek az utcán mellettünk, de nem tudjuk, hogy miről már nem figyelünk oda. Vagy szól a tévében valami, de nem tudnánk megmondani, hogy miről szólt.
tiszteletről, hogy nem tudnád megmondani, hogy miről szólt, mert nem figyelsz oda. Valahol eltartoznak a gondolataid, még a csendben is túl erős a belső hangod. Vágynunk kell a csendre, hogy meghallgassuk Isten nekünk szóló szavát. Figyeljünk rá. Azt mondja, járj színem előtt, és légy feltehetlen. Milyen egyszerű szavak, mégis milyen nehéz megtartani. Mintha azt mondanák, összefoglalta a 10 parancsolatot egy mondatban. Járj színem előtt, és légy feltehetlen. Az Istennel való találkozás után mindenkinek megváltozik az élete. Nincs olyan, aki találkozott volna vele, és ugyanúgy megy tovább. Nincs olyan, akit hidegen hagyna az Istennel való találkozás. Az lehet, hogy nem találkozott vele, és csak hangozhatja, hogy ő van találkozott. De ha találkozott valójában, akkor megváltozik az élete. Mégpedig azért, mert a Szentlélekkel meg tovább nem egyedül járod az utat. Nem egyedül járod tovább, hanem a Szentlélekkel. Találkozott a te életed Istennel? Megállított, megszólított, felemelt, meggyógyított, megmentett? Megállított. Észrevetted? Vagy észrevétlenül mész tovább. Találkoztál vele? Hálás a szíved érte. Aki találkozott vele, a Szent Lélekkel megy tovább. És az élők nem ugyanazok lesznek, mint eddig. Mások. Máshogy áll hozzá az élethez. Más lesz, ami fontos, és más lesz, ami cél. És egy országának építése lesz az elsődleges cél. Amúgy mindig a Szentlélek vezetése alatt nézi, vele való szoros, állandó kapcsolat kell, hogy jellemezze a keresztény ember életét. Talán van sok minden, amit a külső szemlélő értelmetlennek tart. De Isten tudja, hogy miért teszi ezt az életben. Ezt azzal szeretném legjobban illusztrálni, amit az egyik kedves testvérünk mondott a vírussal kapcsolatban. Mi történhet vele? Három jó dolog. Először, hogy Isten kegyelméből nem kapom el a vírust. Vagy ha elkapom, kigyógyulok. Vagy ha elkapom, és nem gyógyít meg, akkor találkozok vele. Hozzáállni az élet dolgaihoz, hogy minden, ami van az életben körülöttem célja van. Nem oka, hanem célja, hogy engem valahová eljutasson. Valahogy ez jelenti az Isten előtti járás. A Szentlélek segítségével megyek ebben az életben, de azt az utat járom, amit ő jelöl ki nekem. Másként nem leszek felhetetlen. Mit is jelent ez a szó? Nem az, hogy ne találjanak a körülöttem élő emberek benne hibát. Nem. Hiszen mindig van olyan ember, akinek valami nem fog tetszeni. Mindig lesz olyan, aki valamit sírálni fog mindannyiunk életében. Az a mérce, hogy Krisztus. Krisztus által Isten ne találjunk benned hibát. Hogy szerintem menj, hogy nem másokra hallgass, hanem ő rá, aki keres téged. Aki beszélted, aki meg akar szólítani, aki szeret, aki bátorít, aki megment, aki meggyógyít, aki kiemel, neki nem mondj nemet.
Azt jelenti, hogy Isten előtt legyek tiszta, ő láss rajta, hogy szentül élek. Nem másnak, neki kell bizonyítani. Így lett az életben minden keresztény számára példamutatás, útmutatás. Az életem nehézségén keresztül így segít. Isten. Ő az én segítségem. Lehet, hogy sok mindenről le kell mondanunk, miközben ezen az úton járunk. De Isten, Isten mindent megad, amit szívből kérünk tőle. Kitartóan, és valóban szükségünk van rá. Legyen erőnk a Szentlélek által meg nem szűnni imádkozni. Minden fontos dologért, melyek között ott kell, hogy legyen. Gyülekezetünk minden mozzanata és lendülése. Legyen ez az életünk célja, hogy elcsendesedve, életünkben halljuk meg az Isten szavát, és így szerinte várjuk. És kérjük Szentlélek vezetését a mindennapokban, hogy tudjuk szerinte élni, és minden dolgunkat Isten dicsőségére tegyük. Amen. Imádkozzunk. Urunk, gyakran szeretnénk imádkozni Te hozzád, de van, amikor úgy érezzük, hogy üres az életünk, üres a lelkünk és üresek a szavaink. Bocsáss meg, Urunk, hogy nem tőled kérünk megoldást, nem tőled várjuk a lehetőségeket. Köszönjük, Urunk, hogy Te mégis gondolod is ezt rólunk, hogy fogod a kezünket, hogy úgy vigyázol ránk, hogy minden hajszálunkat számon tartod, és az életünk a Te kezedben van. Köszönjük, hogy Te nem hagysz el. Köszönjük, hogy Te bátorítasz bennünket. Urunk, köszönjük, hogy előtted bátran sírhatunk. Köszönjük, hogy neked mindenért hálát mondhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te velünk vagy. Jóban és rosszban. Menj, édesatyánk, könyörülj mi rajtunk. Légy velük az elkövetkezendő héten. Légy ezen a gyülekezettel. Enged, hogy többen legyünk minden nap, akik Te hozzád fordulnak, imádságban, könyörgésben, hálaadással. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Légy a betegekkel, a gyászolókkal, légy a vizsgázókkal. Így kérünk, könyörülj mi rajtunk. Mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Mindenki úgy adjon, amilyen előre eldöntött a szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jó kedvű adakozó szereti az Isten. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótok. Keresztelésre készülve helyeinket elfoglalva a 431. dicséretünket énekeljük. A 431. dicséretünket énekeljük.
kérünk téged, keresztelj és mos meg minket. Kedves testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, ahogy ezt írva találjuk a Máté írása szerint való evangélium 28. részében a következőképpen. Hozzájuk ment Jézus, és ezt mondta nekik. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, ezt az ige szakaszt egy lelkipásztor az élete során elég sokszor felolvassa, hiszen minden keresztelésnél ezt a szereztetési igét olvassuk fel. Amikor készültem, arra jöttem rá, hogy van itt ebben egy olyan szó kapcsolat, amiről még sosem volt szó prédikációban, legalábbis amikor én kereszteltem. És hozzájuk ment Jézus. Így kezdődik. Hozzájuk ment Jézus. Azt gondolom, hogy itt egy óriási különbség van az Ó és az Új Szövetség között. Az Ószövetségben ezt olvastuk, járj előttem, és légy fedhetetlen. Az Új Szövetségben azt mondja az Úr Jézus Krisztus mindannyiunknak, te kövess engem. De először oda jön hozzánk, kihez így, kihez úgy. Jó az, amikor az Úr Jézus Krisztus áldással és simogatással érkezik. Jó az, amikor a másik sákramentumban, az úrvacsorában érkezik. És van, amikor olykor keményebben, más eszközökkel szólít meg bennünket. De való igaz, aki találkozott vele, az már nem megy tovább úgy, mint ahogy addig zajlott az élete, mert a Szentlélek által az is valóra válik, ahogyan az ígéret kapcsolódik ennek a végéhez. Íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki meg van keresztelve, azzal Jézus Krisztus vele van. Azt kívánom, hogy ennek a gyermeknek az életében is váltsa valóra az Úr Jézus Krisztus minden ígéretét. Valóban az ő útján járjon, és ebben tudjon a család is jó példa lenni, a gyülekezet pedig befogadó közösség. Így legyen. Amen. Most pedig gyertek testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, együtt elmondva az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét. A bűnök bocsánatát, a test feltámadását,
és az örök életet. Amen. Két kérdést intézek a keresztelő családhoz, és egyet a gyülekezethez, de erre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és Szent Lélekisten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szent Lélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Ígérjük. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérjük és fogadjuk. Imádkozzunk. Felséges Isten, mennyei édesatyánk, Te azt ígérted és ígéred most is, hogy nem csak nekünk leszel Istenünk, hanem gyermekeinknek és utódainknak is. A Te oltalmadba ajánljuk ezt a kisgyermeket és ezt a családot. Légy nekik egész életükben őriző pásztoruk, kegyelmes gondviselő. Vezéreld őket minden jónak az ismeretére és cselekvésére, hogy téged lélekben és igazságban imádva tudjanak szent parancsolataidnak engedve, mind itt a földben, mind az örökkő valóságban, boldogságban lenni, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig maga a keresztelés következik, azok a gyerekek, akik esetleg nem látnak, jöhetnek kicsit közelebb a másfél méter megtartva. Na akkor, tudod, ahogy elpróbáltuk. Álló, fektek, hogy kell belenézni, emlékszel? Belenézni? Sárlod, keresztellek két kérdés, atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen. A minden kegyelem Isten áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket, nevelje fel az ő nagy neve dicsőségére, szülei és családja örömére és magyar nemzetünk gyarapodására. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Ezt odaadom sok szeretet. Gratulálom. Valami helyet foglalni. Azt mondják, hogy az az élő gyülekezet, ahonnan kihallatszik a gyerekzsivaj. Élő gyülekezetünk van, hála Istennek. Kérdezem, hogy megkereszteltük Lucskai Sándort. Isten áldását kívánjuk a szülőkre, keresztszülőkre, az egész családra. Kérdezem, hogy a keresztelő család Isten dicsőségére 10 000 forintot adományozott, és az úrasztalára asztali díszt. Egyéb hirdetéseink. Kérdezem, hogy ma délben emlékharang fog szólni Pál Bálint halálának 10. évfordulóján. Emlékezik felesége és gyermekei, akik Isten dicsőségére 3 000 forintot adományoztak. Gyülekezeti alkalmaink az alábbiak szerint alakulnak. Egyrészt hétfőtől szinte minden nap 3 órától konfirmációi előkészítőt tartunk, tekintettel arra, hogy digitális oktatás van, ezért úgy gondoltuk, hogy azt a kevés konfirmandust, aki van, az 5 fős csoportokat megtartva minden nap összehívjuk, és így egy intenzív tanfolyam keretében készítjük fel a konfirmációra. Csütörtökön, mivel áldozó csütörtök van a mennybe menetel ünnepe alkalmából, este 6 órakor tartunk istentiszteletet itt a templomban. Vasárnap az istentiszteletet a szokott rendben szeretnénk megtartani. Május 30-án szombaton este 6 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk. Május 31-én vasárnap pünkösdi úrvacsorás istentiszteletet. A kialakult helyzetre való tekintettel rendeltünk kiskelyheket. Ebből mutatok most egyet. Ezért az úrvacsora rendjét is át fogjuk alakítani. Ami azt jelenti, hogy most már nem a lelkipásztor viszi majd a kelyhet a gyülekezeti tagokhoz, hanem úgynevezett mozgó úrvacsorát fogunk bevezetni. Nevezetesen, hogy tetszenek majd jönni sorba, egyik lelkipásztor adja a kenyeret, a másik lelkipásztor pedig segít abban, hogy kitessenek tudni választani, hogy ki az, aki az egyéni, egy személyes kehelyből szeretné venni az úrvacsorát. Ki az pedig, aki a közösségi nagy kehelyből, ez kiki saját lelkiismerete szerint döntse majd el.
Nyilván erről majd fogunk még bővebb tájékoztatást is adni, de úgy tervezzük, hogy május 31-én pünköskor úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Örömmel és szeretettel számolok be a gyülekezetnek arról, hogy amint azt tetszenek is tudni, az iskola fejlesztése egy uniós pályázatból most már fizikálisan is megkezdődött, ami azt jelenti, hogy zajlik a konyha és multifunkciós teremnek az építése, és egy vadonatúj tornateremnek az építése. Ezért van az, hogy olykor fennakadás van, hála Istennek mondom azt, ebben az utcában. Egy példát mondok, az a 95 raklap tégla, ami ott elhelyezésre kerül, azért annak a lerakodása és beszállítása se egy egyszerű feladat, vagy éppen az a körülbelül 15 mixer beton, ami már bekerült az alapba. Ez mind okoz olykor fennakadást, hordozok ezt is imádságban, türelemben és szeretetben, hiszen valóban azt mondhatom, hogy ezzel is azt a fogadalmát teljesíti a gyülekezet, amit az előbb tett. Ígértük és fogadtuk, hogy tőlünk telhetőleg mindent megteszünk gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében. A bölcsöde, az óvoda, az iskola mind-mind ezt a célt szolgálja. Istennek legyen hála érte, hogy ezt tehetjük. Egyéb hirdetés nem lévén kívánom, hogy az Úr legyen a gyülekezet őrző pásztora. Záró énekünk a 471. számú dicséretünk. A 470. számú dicséretünket énekeljük el mind az 5 versével. A 470. dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnemet. Istenem, ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kivenésem. Amen.